teszteltek akkor, hogyha vagy nem kapok megfelelő mennyiségű információt, vagy pedig tévesen mondják el, nem úgy, ahogy igazából történt. Milyenkor a helyes megoldás? Hogy mindezt megcsinálod. Most lehet olyan, hogy nem élnek a szülők, akkor nem tudsz tőle meg. De módosult tőled állapotban igen. A mi ez például erről szól. És akkor ennek idegélettanilag az a lényege, hogy az emlékek, akármi történt velünk, az benn van a tudattalamba. De ezek a történetek aktualizálódva, összekapcsolódva följönnek, és először a jobboldali préfrontális lebenybe kerülnek, és utána átkerülnek a balba. És itt lesz a narratíva, a te élettörténeted. És nem a szülők miatt kell ezt feltétlen megcsinálni, mert az az ő karmájuk, nem tudod helyettük megélni, hanem magamért kell megcsinálni, hogy az élettörténetemnek a része legyen minden, ami történt velem. És abban a pillanatban, ha ez már tudatos, akkor tudom kezelni. Amíg implicit emléknek hívjuk ezt, ami nem van a tudattalamban, azok például aktivizálódhatnak úgy, hogy te se érted, hogy mitől nem vagy jól. És akkor ezt az állapotot, mert mondjuk nagyon rosszul lettél, mondjuk elmondod nekem, én akkor azt mondom, hogy idézzük fel ezt az állapotot, te átéled újra, ebbe segítelek, és keresd meg ennek a gyökerét. És akkor azt az implicit emléket, ami aktivizálódott benned és a rossz érzést létrehozta, azt tudatosítjuk. És miután tudatosítottuk, a helyére tesszük. És hát itt van nekem, ez most hozzászóló kérdés, ahogy folytatom, itt van nekem az a, ugye én mind a két utat ismerem, a pszichoterápiás utat is, meg a meditációt is. Amikor egy ilyen implicit emléket fölhozok, explicitté teszem, azt berakom a történetbe, az iszonyan sokat segít abba, hogy haladjak a saját utamon tovább. Ha most ezt pszichoterápiás módszerekkel csinálom, mert lehetséges, az is egy út, vagy ezt nem pszichoterápiás módszerekkel csinálom, hanem például meditatív, és fölteszem, hogy mi ez, és egyszer csak bejön az emlék, és akkor újra megkérded, mi ez, és akkor helyére kerül. Tehát a kettő folyamat valószínűleg folyamat szintjén nem különbözik egymástól. Itt az a egyik kérdés, melyik a járhatóbb út, kettő, melyik az eredményesebb. Ez egy nagyon nehéz kérdés. Nekem az a tapasztalatom a keletiekkel, akárhányszor ezt megkíséreltem, nem voltak hajlandók ezen gondolkozni se. Akárhányszor a nyugatiakkal megkísérem, most legutoljára múlt hét végén, hogy a keletet akarom velük megismertetni, lezárják és nem hajlandóak. Én meg vidáman használom a gyakorlatban, nem zavar. Béla, én szívesen gondolkodom veled erről. Jó. Én azt tapasztalom, hogy akik nagyon önfejűek, nagyon önállóak, tehát egy ilyen young típusúbb lelkek, hogy majd én. Jól van, hát ki akar hozzád nyúlni? Nem kell itten járni senki esse. Az belül intézzel. Ha annyira bízik önmagában, hogy majd én meglátom, megmutatom, stb., dolgozni egy tárgyas mihez kérdéssel, ezen gyakorlók, négyféle mihezünk van. Az egyik az eredeti, amikor nem gondolsz jóra és rosszra, mi az eredeti arcod, alanyi, verbális. Ami jön, engedd el, kész. Aztán van az alanyi, nonverbális, amikor már ezt annyiszor csináltad, hogy elég a lélegzetedet figyelned, és az elme pont odaugrik, hogy ezt csinálod. És már kik se kell mondani. Harmadik, tárgyas, mi ez, verbális. Tehát megjelenik az égető érzés, szét akarsz robbanni, mi ez? Honnan jön? Hogy Béla szoktam mondani, nézd mögé, ugye? Találd meg a gyökerét. A mi ezzel egy olyan távolságot építesz fel, ami látó távolság. Nem tudsz belenyúlni, de nem is tűnik el a horizonton. Oké? Okay? És ebből a látó távolságból a látás általi megszabadulás az működik. Azért, mert megláttad, az implicitből explicit lesz, és megtalálja a helyét a személyiségben, ezt hívom spontán reintegrációnak, de az elméd nem nyúlt bele, mert csak kárt csinált. Ezt a duális cuccot, ezt tedd félre.
És a mi ezzel engedett, hogy mint egy ilyen tetris játék, így az egészbe ez a rész így belecuppanjon. Honnan tudod, hogy ez megtörtént? Hogy nem jelenik meg többet. Elkülönült entitásként nem jelenik meg a pszichében többet, mert a helyére került. Hogy lehet ezt? Leszeded róla a jó és rossz minősítést. És az okozatiságában látod, és nem úgy, ahogy téged az ért akkor. Lehet, hogy megátkoztad a pillanatot, lehet, hogy később hálás voltál, lehet, hogy később közömbös voltál, lényegtelen. Az a lényeg, hogy az okozatiság kontextusában szintjén jól lásd, hogy az honnan jött, miért maradt fönt addig, ameddig fönnmaradt, és hová ment. És amikor ezt meglátod, ez a, egyébként tibetieknek van egy ilyen fogalma, hogy a látás általi megszabadulás, az elme nem nyúl közbe, de a karma megtalálja a helyét, és így a rész az egésszel egyé válik ismét. És a negyedik mi ez, az a nonverbális tárgyas mi ez, amikor a tudat öntisztító képessége egy bizonyos energiaszint fölött olyan erős, fel se kell tenni a kérdést, és real time, abban a pillanatban, ahogy történik veled, úgy látod, ahogy van, és leszeded az elmének a dualizáló minősítő funkcióját róla, még hogyha negatív módon reagálnál akkor is, ha pozitív módon akkor is. Tehát ezt lehet úgy csinálni, első verzióban, ezt az ember így kiszenvedi, ki kutyúlja magából. Ezt szoktam az egér hasonlatnak mondani a sajtárban. Torkos egér, ugye beleesik éjszaka a sajtárba, és az frissen fegy, tejjel van tele. Így, tudod, így megpróbál kijönni belőled, mindenhol visszacsúszik. És már azt hiszi, hát én meghalok. Hát végem van, jön a macska, jön a gazda, jön a patkány, és én itt kész, végem van, de nem jön senki, és úgy kapálódzik tovább kis kutyahúszásban, és mindenhonnan visszacsúszik, telnek az órák, és egyszerűen nem tud mit csinálni. Helyet azt tud inni, hiszen abban van benne. Kijutni nem tud, mert az egész körbe van véve a bádoggal, ez a kis ferde sajtár oldala. Úgyhogy telnek az órák, és küzd rájön, hogy fogalma sincs, hogy mi lesz ebből, de hogyha nem küzd, elsüllyed. Ennyit tud. Tehát tapossa tovább, ameddig csak tud, és egyszer csak észrevesz, hogy nehezebb már a taposás, mert kezd valami szilárd lenni, vagy szilárdabb ilyen kis krémes alatta, és rájött, hogy vaják köpülte a tejet. Na ez az én. Amikor a belső utat választod, akkor ez van. Miért? Mert nem externalizáltad. Nem mentél el egy terapeutához, aki a mester tudatodnak a megtestesítője, és az ő minőségének megfelelően téged elkezd kívülről tükrözni, és ezáltal eleinte úgy tűnik, hogy megkönnyíti a dolgodat. Valójában nem könnyíti meg, csak egy olyan háromszögellést alkalmazunk közted és a karmát közt, amely átmenetileg leveszi a terhet rólad. Miért? Mert nem bírnád. A trauma megmutatja, hogy nem bírtad, hogy összezuhantál. Az előbb hallott ilyen tünetgyűjteményt mind kialakítottad magadban, a borderline-tól a mániákus depresszióig, paranoia, skizofrénia, diszociatív személyiségzavar, többszörös személyiségzavar, amit nem mondtam, majd hallott később. Miért? Mert bezuhant az ember a saját mélységébe, mert a tükre nem bírta, mert összetört, összehajlott, eltorzult, darabokra szakadt. Érted? Ekkor kell a terápia. És nagyon sokszor van az, hogy jön valaki egynapos zenre, zentáborra, stb. És azra, szúnyim, lehet interjú? Mondom, nem. Ezt bírt ki, ami van. Majd utána gyere interjúra, és mostanában, akik jönnek, így láthatják, hogy nem az az első, hogy azonos vagy különböző, és hogy Jojo miért, de megnézem, hogy ebben a pillanatban te alkalmas vagy-e arra, hogy kónozzunk, vagy inkább beszélgetnünk kéne arról, hogy éppen most miben vagy benne. Keleten ezt nem csinálják. Keleten az, vagy bedobnak a mély vízbe, nyugaton pedig itt simogatják a kis terápiás fejedet jó sokáig, mert ebből van a zseton. Tehát ezt nem, tehát egyiket sem. És szerintem az a megfelelő, hogyha az önállóságot és az együttműködést egy olyan arányban gyakoroljuk, hogy minél hamarabb visszaadom neked az autonómiádat, annál jobb. De ezt nem lehet se korán, se későn. Beszélgettünk korábban, hogy vannak, akik a terapeuta haláláig járnak hozzá terápiára, mert annyira szimbiotikus lett ez az együttműködés, így mindenki ilyen evóékat zeng róla. Tehát ez a Józsi, tehát ez mi hogy fejlődik az elmúlt 15 évben? És még mindig ugyanoda jár. Hát ez nagy hiba ám. Tehát valahol ugye a szeparáció nem történt meg, mert az önállósítás nem történt meg.
keleten, hogyha zent nézel, pont fordítottja van, hogy annyira hangsúlyozzuk a buddha természetet, hogy bedoblak a saját Jurassic Parkodba, és megesznek a karmát dinoszauruszai. Tehát nem dobhatlak be úgy, hogy tudom, hogy nem tudod megvédeni magad, ha látom, hogy sikerülhet, akkor oké. Nyugodtan. Nyugodtan. Küzdjél. Attól leszel erős, meg önálló, meg egyebek. Viszont, hogyha egy olyan pszichét látok, aki összerogyna a saját karmájának a súlyát, akkor ezt nem teszem meg, mert felelőtlen dolog lenne. Úgyhogy akár egy externalizált külső pont, akár egy internalizált belső pont, a fejlődés megkerülhetetlen, a tudatosodás az egyetlen út. El kell dönteni, melyiket választod. Jó. Értem, nagyon szépen köszönöm a válaszokat. Még egy kérdés, hogy 2 év kvanszambuszál után váltottam a kjolcse kezdetével a miezre. Ez most probléma-e, vagy inkább tartsak ki folyamatosan az önvalóra irányuló miez kérdés mellett, vagy az se gond, hogyha valami nagyon megborítana, akkor éppen arra kérdezek rá, hogy mi ez. Muszáj, hogyha megborítana, akkor fókuszáld szépen a figyelmet arra a tárgyra, ami éppen szétcsattintani készül a jelenlétedet darabokra. Legalább egy jó, meg egy rossz darabra, hogy a személyiségedet ilyen kis ítéletalkotó démonná mindegyikünkben ott van. Az a jelenség, legyen az humán, állat vagy egyéb, amely ki tudod hozni a centeredből, és te kényszerűen dualizálsz, akár érzelmileg, akár értelmileg, az a tanítód lett. És milyen hamar térsz vissza a centerhez, minél gyorsabban a mi ezzel leválasztódsz róla, megszünteted a saját duális kényszermozgásodat, projekciódat, ragaszkodásodat, hamis azonosulásodat, és visszatérsz az egységbe. És amikor ezt meg tudtad tenni, akkor visszakerültél az eredeti helyzetedbe. Tehát szükségszerű, hogyha megtartod a mi ez kérdést, a szélesre tárt, teljes körben nyitott tudatot, de bekerül valami nagyon csúnya légy a levesbe, akkor a tárgyas mi ezzel rá kérdezel. Miért? Mert az kilépett valahol az egészből. Valahol elkülönült. Leszakadt. Lehet, hogy egy leszakadt lélekrészedet testesítette meg. És akkor fognod kell, és engedni, kicsit megállsz, megtartod a mozdulatlant, és utána a kérdéssel elkezded, az egész elkezd másképp relatív módon látszani, nem abszolútként. És mihet relatívként látod, elindul a reintegráció folyamata. És ezért szükségszerű, hogyha az alanyi, a tárgyatlan nem megy, akkor azonnyomban tárgyas. És akkor tisztulsz. Nagyon szépen köszönöm. Mélem? Én úgy csinálom, a pszichoterápiát csinálok így igazabb, hogy én még gondolatban se döntöm el, hogy az mi. A kollégák erre bonyolult rendszereket dolgoztak ki. Betegségek nemzetközi diagnosztizálása ma lassan 2 kötetes lesz. Egyre több a pszichés betegség. Tehát eredményes volt. Na most én ezt nem használom. Tehát nem gondolom, hogy egy borderline 10-valahány alfajából melyik borderline-ba szenved valaki. Nem ez a lényeg. Az a lényeg, hogy van neki egy állapot, amitől szenved. Módosult tudatállapotban ezt a szenvedést átéli. És most tegye föl neki azt a kérdést, amit tőlem kérdezett. Nem én fogom, hát persze segítek neki, és akkor az majd megválaszolja. Ezt hívjuk konfrontációnak. Ez ugyanaz, mintha fölmerül valami a miezbe, akkor tárgyasítod és tovább viszed. És hogy a konfrontációt semmi nem helyettesíti. Mert azt jelenti, hogy én fölmerem vállalni, és kapcsolódok hozzá. Ha nem merem fölvállalni, attól az ott fog maradni, és fog rám hatni. Tehát a konfrontációt nem lehet semmivel pszichoterápiás szinten gondolkozva helyettesíteni. Ezt nagyon nehezen fogadják el a tanítványok. Félnek tőle. Mert mi lesz akkor? Mert pszichotikus lesz. És akkor? Hát bármikor lehet pszichotikus. Tehát te úgy ébredhetsz föl egy nehéz álomból, hogy pszichotikus vagy. Akkor annak az a megoldás, hogy ne aludj, az nem megoldás, hanem ami létrejött, azzal dolgod van. De az egész képzés az ennek az ellentétje. Tehát, hogy ezt a konfrontálódást szét akarja szedni, veszélytelenni akarja tenni, csak annak az a következő, hogy eredménytelenné válik. Tehát nem lehet mit csinálni. Ezért kell a Cohen interjú. Ezért. Ott nincs, hogy veszélytelen. Semmi. Egyéb kérdés? 3 éves volt, amikor nagyapám meghalt,
és nem tudtam, hogy milyen ember volt. Mondták, hogy nagyon szeretett, és édesanyám mindig azt szokta mondani, hogy mintha nem ebből a családból származnék, mintha nem ide tartoznék, hogy a viselkedésem nem olyan, mint a többinek. És azt kezdtem el észrevenni, hogy hasonló lehettem, mint nagyapám. Egyébként az egész nevét is megkaptam, stb., hogy lehet, van ott valami elég erős karmikus kötődés, hogy saját magam által ismerem meg, hogy ő milyen lehetett. Belül keressük a válaszokat, de én sokszor kívülről kapom a választ. Hogy lehetséges ez, hogy a válaszokat nem mindig bévülről kapjuk, hanem kívülről, hogyha figyelmesen figyeljük a történéseket. Vagy mindig bent kéne keresni a választ. Kívülről jövő dologra belülről reagálsz. Ezért lényegtelen. Tehát én nem érzek különbséget, hogy belülről jön, vagy kívülről jön. Az, hogy te reagálsz rá, az mindig belülről jön, hogy hogy reagálsz rá. De a másikra mondanám, hogy attól, hogy meghalt a nagyapád, és attól, hogy keveset tudsz róla, attól még módosult tudatállapotban magad elé képzelheted. Nézhetsz a szemébe, és föltetsz neki kérdéseket. Tehát ez technikailag nem egy lehetetlenség, és az bele fog épülni a te élettörténetedbe, nem a rokonok mondták el, hanem te magadból, a tudattalanodból fölhoztad. Úgy is mindig akármilyen, ha van közvetlen tapasztalatom is a nagyapával, az mindig az én tapasztalatomon keresztül kerül be a tudattalanomba, abból lesz a földolgozás után az élettörténetem része. Tehát, hogy ezek nem akadályok. Itt magadba azt a kérdést kell föltenni, hogy ugyanazt hiszik rólad, hogy ő vagy, de hol tartasz te ebbe a folyamatba? Mennyire tudsz ő lenni? Ez egy érdekes kérdés, és ezzel lehet dolgozni, attól függetlenül, hogy ő nem él. Olyan, hogy öröklődés, olyan nincs, ezt fogjuk föl. Olyan van, hogy egymáshoz született lelkek, hasonló tudatszintek, és adok-kapok a nevelés és neveltetés különböző fázisaiban. Ezt a látszatvilághoz ragaszkodók úgy interpretek, hogy örökölted. Te nem örökölsz semmit. Hoztad a hajlamot, megkaptad az impulzust, kifejlődött benned, és kész. Aztán dolgozzál vele, hogyha olyasféle dolog fejlődött ki benned, amit te nem szerettél volna, de kifejlesztette benned apád, anyád, meg a környezeted. És a karma eredeti nem létezésének a belátása nélkül képtelen vagy lebontani. Mert állandóan újra maszkírozzuk, metszük, vágjuk, és hogyha csak metszed, vágod, de az önmagában való létezését nem számoltad föl az élmény szintjén, még rosszabb lesz, mint a hidra. Levágod a fejét, és kettő nő helyette. Ezért az én eddigi praxisomban csak azt láttam, hogy az elfojtott karma is hiba, és a kiélt karma is hiba. És az elfolytás és a kiélés között középúton a látás van. Tehát olyan borzasztóságokat tudsz a saját tudattalanodból meglátni, most tegyük félre a történeteket, amiket mondtál, sokkal keményebb dolgokat, hogy azt is tudod, hogyha kiélnéd, meg nem állnám, vagy te embertelen dolog. Belül, ha elfolytod, még jobban, még mélyebbre megy, négyzetre emelődik, és megint a tudat felszín fölé tör a legrosszabb pillanatban. Tehát mit csinálsz? Nem éled ki, és nem folytod el. Na, ehhez kell a bátorság, a belső konfrontáció, hogy szembeülsz a karmáddal, és tudod, hogy te már nem leszel olyan önképű, mint 10 perccel azelőtt. 10 nappal azelőtt, 10 évvel azelőtt. Nincs fix önkép. Irány van, szándék van, akarat van, de fix önkép az nincs, ezért öröklődés sincs. Egyéb kérdés? Na, sérelmeim elengedéséről szeretnék kérdezni. 27 évig éltem házasságba, 2 éve költözött el a feleségem, elég mélyen voltam, és volt családállítás, zen meditáció nagyon sokat segített, egyéni terápiában is voltam. Tehát úgy érzem, hogy letettem, de mégis meditációban nagyon-nagyon sokszor följönnek a sérelmeim, és ezektől nem tudok megszabadulni. Állításban visszaadtad ezt a feleséget? Vissza, igen. Akkor meg kell ismételd, mert nem sikerült. Tehát az a kérdésem, hogy mit javasolsz, vagy mit javasoltok erre, hogy hogyan lehet ezt elengedni? Hát én az, hogy valaki használ egy technikát, azt csak akkor tudom megélni, ha ott vagyok. Tehát ezért nem, meg amúgy sem szeretek minősíteni. De hogy egy beazonosulást és annak a nem a helyére kerülését, azt addig kell ismételni, míg nem kerül a helyére. Tehát itt például az egy érdekes segítség lehet,
anélkül tudnék bármit is, hogy mit köszönhetek annak, hogy elhagyott. Mert biztos az is van. Csak hogy ott van ez is. És én már itt az előbb, mint mondtál, hogy jó-rossz, én régóta nem gondolkozok jó-rosszba, fejlődést segítő és fejlődést akadályozó dolgokban. Ennek az a neheze, hogy hol tart a fejlődés. Mert van, amikor segít, de ugyanaz a dolog egy más szinten nem biztos, hogy segít. De itt én ezzel dolgoznék, hogy milyen előnyöm van abból, hogy elhagytak. 2 éve zajlik ez a tisztulási folyamat, ugye? És tényleg erre elész rálátni, másrészt akár egy kicsiben is segíteni, ennek önmagában már tanító értéke van. De most van egy ilyen kínai mondás, hogy ameddig bementél az erdőbe, ugyanaddig tart, amíg kijössz. Tehát nehogy azt hitt, hogy 27 év lesz a letisztulás, de nem érjük ezt úgy, ahogy a rossz család állítok, hogy több generációs karmát egy délután alatt. Csak ki kell fizetni. Tehát nem. Tehát de ez... legközelebb feltétlen gyere újra el, mert igen, dolgod van. Még dolgod van. Még dolgod van. Szóval, amikor arról van szó, hogy egy karmát levetni, az tényleg a gyomnak a helyes kihúzás. És hányszor húzunk ki úgy gyomot, hogy az 50 centis gyökérből az utolsó 5 centi ott marad. És hogyha a mély azonosulásban ez nem jön ki, és ezért kell módosított tudatállapot, akár mély meditáció, de a módosultban az a gyönyörű, hogyha van egy nagyon jó terapod, akkor nagyon meg tudja gyorsítani. Miért? Mert hogyha nem, akkor háromféle nedvet tudsz alkalmazni. Vér, veríték, könnyek. És a veríték még a legjobb. Tehát, hogyha mindezen módszerekkel nem sikerül, semmi gond. 100 nap, napi 600 leborulás, napi 3 óra mantra, és maximum 6 óra alvás éjszaka. És ez egy olyan elképesztő transformációja a személyiségnek, mint a mélyszántás, hogy minden följön, az összes gyökér, az összes mélyazonosulás, minden följön, és hogyha jól csinálod, akkor nem akarsz valakivé válni, és senkivé sem. Tehát mind a semmi, mind a valami elkerül, mint téveszme. És akkor a magad ilyenségében elkezdesz tisztulni. És hogyha a külső módszerek már nem hoznak eredményt, akkor marad ez az elképesztő lelki mélyszántás, ami egy ilyen komoly 100 napos szóló elvonulás. Amikor Sung Sansuim a sajátját elkezdte, más okokból, akkor az intenzív praxisa előtt a szerzetes 3 dolgot mondott neki. Vagy megőrülsz, vagy meghalsz, vagy megvilágosodsz. És ez a mai napig igaz minden elvonulásra, intenzitásától függően. Valaki csak úgy kicsit pilinckázik, és csak követi a kis időrendet. Túl nagy dolog nem történhet, főleg, hogyha van tanító, akivel le lehet focizni a megjelenő karmádat. Hogyha már egy kicsit följebb mész, a közepes, akkor ott már nagyobbak a kockázatok. És hogyha te teljesen hajlandó vagy elveszíteni a saját biztonsági zónádat, amit az ismert személyiségnek mondasz, nagyon sokan, sőt a nyugatiak többsége nem mer megcsinálni, akkor haladhatsz a legjobban. Tehát kihúzol minden olyan akadályt, amelyet addig segítségnek vagy kapaszkodónak láttál. És akkor vagy kétszeres sebességgel mész a falnak, és véged van, vagy pedig sokkal gyorsabban eléred azt a tisztaságot, a mély azonosulásuktól, a téves nézetektől való szabadságot, amiről éppen beszélsz. Miért? Ha nem, következő életedben itt folytatod. Tehát amit nem fejlődtél meg ebben az életedben, azt a következőben fogod. Miért? Az állaja vizsnyán át, a tárház tudatot viszed magaddal. A lelkednek ez a legnagyobb része. Van még manasz, duális elme, egyebek. Én csináló, az önképed is megy, sőt, az az irányvektor, aminek te hiszed magad, azt fog landoltatni a következő anyamékben. Ott, akkor, olyan körülmények között. És ez egy kőkemény, ami a karmában van, de ami a tudatban van, az pedig mindennek a lehetősége, hogy te ezt megláthatod a teremtettségében, fenntartottságában, és hogyha a feltételeket megváltoztatod, akkor le tud tisztulni, vagy el tud pusztulni. Melyik? Tehát a mi ez, illetve a ki vagyok. A ki vagyok az a pici kérdés, a mi ez a nagy kérdés. És döntsd el, hogy milyen energiaszinten kell léteznie a léleknek, javaslom minél magasabb, hogy ezt az információt ki tudja húzni belőle.
Az információ és az energia az ugyanannak a lényegnek a két állapota. És hogy hozzáteszem az anyagot, mint a testet és az érzékszervi hatást, az a harmadik, a legsűrűbb állapota. Az egyik a tamasztikus, a másik a rajasztikus, és a szatvikus. A szatva ebben a tiszta info. A rajasz az az energia, a tűztípus. Az anyag, a setét, ami nem tud önmagáról, az a tamasz. Na most ez az emlék annyira testben van, annyira szomatizáltad már, hogy a test iszonyú kemény megmozgatása nélkül, lásd, leborulást nem fog kijönni. Ez az első, aki olcsa pár évet visszatekint, vagy csinálunk minden reggel 108 leborulást. Emberek, az egyik legjobb 90 naposunkat gyártjuk le. És aki itt van, ezt mind tudja. Mind érzi. Tehát a 108 leborulás olyan, mint egy igazi egészségbiztosítási utalvány. De itt tényleg történik is valami, és nem csak a holttestedet szedik össze a járdaszélra. Én realista voltam, nem rossz indulatú. Jó? Tehát döntsd el, hogy mit szeretnél. És az lesz. Hogyha tényleg ki akarod venni, nagyon nagy munka, de ki lehet venni. Én az X 90 napos alatt csak azt láttam, hogy nem akarom abba hagyni. És kiderült, hogy abba tudom hagyni, ha kell, mert nem vagyok ilyen szinten zen addikt, de nagyon nem szeretném abba hagyni, mert ez a tisztulás már nem csak rólunk szól, mint személyről. Szól a családról, a párról, a csoportról. Minden karma, ami éppen benned van, az ezáltal tisztulhat. Tehát nem érdemes abba hagyni. Miért? Ha nem fejlődsz, akkor visszafejlődsz. Ez ennyire egyszerű. Nincsen statikusan beállva semmi. Úgyhogy erőfeszítést kell tenni, és a nagy egészbe a sok kicsi részt visszaengedni. És ott ők elvannak. És kész. Jó? Köszönöm szépen. Szívesen. Tátó? Magamra ismert még ebbe a karmának a nagyon kiengedésébe, meg nagyon elnyomásába, így az elmúlt 10-15 évben, amit így eléggé a harag fűtött, amit így a gyerekkorom miatti megélésből jött, és hogy testvérem, ő nem befelé fordult, hanem inkább kifelé, tehát ő nagyon dolgozott magán, és az édesanyámnak ugyanazt a mintát viszi, és neki született egy kisfia, aki meg nagyon hasonló, mostanában kezdtem rájönni, hogy hasonlóan működik, mint én, és hogy kívülről az egészet olyan látni, mint újra a gyerekkoromat. És nekem ez nagy tanítás, viszont nem tudom, hogy van-e valami feladatom a unoköcsémnek, hogy hogyan tudnék ebben segíteni, vagy... Én azt gondolom erről, hogy ahogy mikor találkozol, és amilyen fejlettségem van, ott lehet kapcsolódni hozzá. És ez minél később történik meg, annál kisebb a hatásfoka. Tehát, hogy annál bonyolultabb, tehát amikor együtt vagy vele, akkor például te add meg neki a melegséget, az elfogadást, az odafigyelést, és ő arra fog reagálni. És ahogy ő reagál, abból kell indulni. Az nem jó, ha a saját életedet nagyon beleviszed. Az a te karmád, ő neki meg ez a karmája, de sokat lehet hatni. Tehát, hogy a óraszámban nézed nem sok, amikor együtt vagytok, de a hatásban rengeteg lehet, és ezt meg kell adni. Tehát, ha így te ezt már érzékeled, akkor karmikus feladat, hogy segíts neki. Analóg sémák esetén megkérdezheted, hogy ha ezt így folytatod, ez lesz. Szeretnéd? Tehát nem veszed ki a kezdeményezést, csak kérdezel. Ugyanis, ha tényleg nagyon hasonló a karmátok, akkor a működésmódotok is az, és felhasználhatod az X év előnyödet arra, hogy esetleg az ok és okozat törvényét tanítsd a gyermeknek. Hogy ha ezt csinálod, ez lesz miért, mert velem is ez volt, és én ezt így éltem át. Ha te át szeretnéd élni, nyugodtan. Ezt most általánosságban mondom, tehát nem elég hatékony, amit mondok, de esetekre most nincs időnk ezt lebontani, de érted. Tehát irányvétel, irányvétel, irányvétel. Ez volt a tanítás a nagymesternek. És nézd meg, hogy milyen irányt vettél te akkor, amikor olyan voltál, mint ő. És ebben a dologban nem veszed el az autonómiáját, mert nem azt mondod, hogy csináld vagy ne csináld, hanem hogy akarod-e. Mert hogyha így folytatod, ez lesz. És nagyon sokszor van az, már kicsit felnőttebb emberek esetében, hogy erők képtelenek. Tehát annyira önfejűek, hogy nem akarják meghallani vagy meglátni, ugye valójában ők így működnek.
és ha tényleg együttérző vagy, mondjuk nagyon erős a vérségi kapcsolat, tálcára oda készíted a kötszert, és elmész velük a falig. És amikor tényleg tapasztalták, hogy sérültek, akkor odaadod a kötszert. És akkor te tényleg segítesz. De egyébként magyar változatban láttam olyat, hogy megkapta a kötszert, megköszönte, visszahátrált 20 métert, és kettőzött erővel ugyanabban a pontban megütötte a falat, mert azt hitte, hogy akkor áttöri. És ilyenkor már nem vagy köteles újra kötszert adni neki. De mert ez már tudatos volt, ezt már ő akarta. És akkor keresse meg. Tehát nagyon fontos ezt a működésmódot látni és segíteni. És a végső kérdés az ugyanaz, mint az első, hogy mit akarsz? És mennyire jól informált a döntésed? Köszönöm. Egy kérdés ott hátul. Az én családomban van egy örökletes betegség, én is örököltem, öröklött policisztás vesék. Ez a megfogalmazás, és a tendencia azt mutatja, hogy a nők öröklik. Az én édesanyám most második éve kezdte a dialízist, és hát ez után kezdtem el ezzel én is foglalkozni. Vele együtt érzek, de nagyon sokszor arra is gondolok, miközben hallgatom, hogy oké, talán én is majd ezt átélem, vagy hogy mennyire kőbe vésett ez a dolog. Hogy én ezen tudok változtatni, vagy meghaladni. Nagyon sokszor mondják, hát majd te elvágod. Egy picit itt állj meg, mert már rossz velem is. Jó. Tehát ez okokozat. Egy okozat, ebben az esetben policisztás vese, az létrejött egy okból. Ezt semmi nem írja fölül. Az okban racionálisan nem lehet eljutni. Az a kérdés, hogy te eljutsz-e az okig, vagy nem jutsz el. Ez megvan. Tehát ez az ok, okozat összefüggés, aminek az okozata a policisztás vese, meg kell keresni az okot. Ez minden betegségben így van. Vannak egyszerű betegségek, ott könnyű. Vannak bonyolultabbak, ott nehezebb. És vannak, amit az orvostudomány az ilyen típusú betegségekre azt mondja, oka ismeretlen, és hát ezt is csináld, azt is, hogy adj egy kis szteroidot, akkor attól kusingot kapsz, aztán ha az se, akkor citosztatikumot, hogy ne osztódjanak a sejtek. Ez nem okkezelés. Tehát az okkezelés csak az lehet, hogy te meditálj, és juss el oda, ahol az ok van. Én nem látok más utat. Ebbe lehet segítség, ha módosultban dolgozol, de akkor a tudatváltozást nem biztos, hogy sikerül létrehozni. Nekem most van egy ilyen páciensem, egy bemutatáson találkoztam vele, PCP-je van, az poliartritis progresszív. Betegség, tehát nagy ízületi degeneratív folyamatai vannak, és ebbe kínlódik. És hát sok mindent csinált. Most ő elkezdett meditálni, és én csináltam vele módosultat. Kapcsolatba kerültünk a térdével, mert most a térde bokája fáj elsősorban. Aztán, hogy ez hova jut, nem tudom. De egy dolgot tudok. Én abba tudok neki segíteni csak, hogy ő haladjon az ok felé. Tudnélek, ha eléri az okot, akkor mehet más irányba az okozat. Az már rajta múlik. De amíg az okba nem vagy benne, addig nem tud az okozat megváltozni. Ez nagyon nehéz elfogadni. Ez nagyon nehéz kezelni. De így épül föl minden. Okokozat. Most egy csúnyát még mondok. Hogy egy kicsit jó irányba hallatsz, ebbe erősödjél. Az, hogyha az anyát hiába jár, és két naponta átmossák, és a veséje helyett üríti ki az urén, de azokat a kóraganyagokat, azzal ő nem kerül az okhoz közelebb. Elhalassza azt, hogy lehetősége legyen oda eljutni. Ha meditálna, az gyorsabb. Tehát ez egy megakadás. Ő konzerválja az okozatot. Jelenleg a modern orvostudomány segít ebbe, az okozat konzerválása, ami történik vele. De abból nem lesz ok, soha.
köztes fázisként, és kérlek fogadd meg, amit Béla mondott, de szeretnék olyan szekérderéknyi könyvet javasolni, a biológikától kezdve a germán medicináig, és még egyéni szerzők, akik nem tartoznak egyik iskolába se. Hatalmas irodalma van annak, hogy milyen lelki jelenségek hogyan szomatizálódnak, és melyik szervet ütik. Tehát az emberi vese az egy kapcsolati szerv. Kapcsolati problémák, traumák és berögződöttséget láthatlanba. De ne én mondjam, meg találja meg ő. De hogyha már látja az irodalom alapján, hogy a vesét mi szokta ütni a tudattalamból, vagy épp a tudatosból, akkor egy módosultban, vagy éppen meditatív állapotban sokkal könnyebben artikulálja, mert a léleknek a tudatosság mértékében van öntisztító képessége. És ezért a meditációt megkerülhetetlen, de segíthető a folyamat azzal, hogy megnézzük az eddigi tapasztalásokat, és akkor akár terápiában, akár meditációban beugrik, hogy igen, ez az a karma, ami miatt a vese ilyen állapotban van. Na most, ha te ezt, mint teremtést magadban megszünteted, rájöttél ennek a gyökerére, a vesét nem fog károsodni. Ha transzgenerációsan lemásolod, akkor igen. Én elmondok egy családi történetet ez. Apám nehéz élete volt, nem értem, most ezt nem fogom mondani. Kimestil vízonya lett a vesébe, az azt jelenti, hogy a veserek beszűkülnek, és nem tud koncentrálni. Mentem haza, és éreztem, hogy urémia szag van. Hát elvezetett a szag az apámhoz. És hát mondja, hogy egyre rosszabbul van. Ő dolgozott, akkor cukrászként dolgozott. És hát bevittem a Jánosba. Azonnal fölrakták, ennek az a kezelése, hogy megy a vízhajtó, megy a folyadék, 8-10 liter vizelet. És hát pár nap után mondták, hogy javulnak az értékek, anyám örült. Édesapához adom, és mondta, hogy Béla, lehet tudod ezt szedetni rólam? Mondom, nem. Ez technikailag képtelenség. 8-10 liter vizeletet nem lehet. Becsukta a szemét, ez csütörtökön volt, szombaton meghalt. Ez volt a döntése. Én őtől tanultam meg, hogy halljak meg. Mert már belátta azt, hogy nem tud tovább. Ebbe az életbe ez itt bezárult. Még lehetett volna hónapokig csinálni ezt, valószínű fölfekvést kap, valószínű szepszist kap és meghal. Csak az több hónapig tart. Ő úgy döntött, hogy ezt nem akarja így vállalni, és megcsinálta. Én ma is úgy gondolom, mentünk hazafele, vittem anyámat, anyám boldog volt, hogy javultak az értékek, én meg sírtam a kocsiba. Miért sírsz? Mondom, édesapa eldöntötte. Nem hitte el. Ja. Tehát, hogy ez nem egy könnyű dolog, azzal együtt, hogy a vese ez, meg minden. Még ott annak van egy baja egyébként ezeknek, csak igen, igen. Az, hogy nincs két egyforma ember. Nincs. Tehát ami igaz általában csak igaz, az nem mindig igaz. Ezelőtt sajnos meghajlok, de hát, ha segít. Igen, seg, világos, hát, de ez... Okay. Utolsó két kérdés. Úgy érzem, hogy van egy olyan karmám, amiben van még maradvány karma. Belém és a testvéreimbe azt nevelték bele, hogy ha kérdeznek, akkor válaszolni kell, és lehető legőszintébben. És ez egyfajta ilyen érzelmi fedetlenség volt, és emiatt sokáig nem ismertem fel azt, hogy kire bízhatok rá bizalmas információkat, mert ezáltal igazából én szolgáltattam ki magamat. Ma már jobban csinálom ezt, de még mindig megjelenik a félelem, hogy de mi van, ha rákérdez? Az a kérdés, hogy hogy tudnám a félelem gyökerét is felszámolni. Amit hallgattál ma tőlem. Módosult, tudod? Nem, nincs, nem kell módosulni. Az honnan keletkezett ez a bizonytalanság? Az életedben. És ezt csak te tudod visszaadni magadnak. Nincs jelentősége, hogy mit mondasz. Az az ő dolga, hogy mit kezd bele. Neked, ha te úgy éled meg, hogy kimondom az igazat, akkor amit te igaznak hiszel, akkor azt kell csinálni. A következmény nem az határozza meg, hogy én kimondom-e. Én döntöm el, hogy kimondom-e. Lehet, hogy kellemezne a következménye.
Tehát neked az a biztonságod, az ősbizalom nincs meg, most csak így rövidre akarom zárni, azt kell megadni magadnak. És nem érdekes, hogy a másik ember mit kezd vele, mert az az ő dolga. Az a én dolgom, hogy én képes vagyok-e kimondani azt, mit én igaznak hiszek. Bocsánat, csak hogy, de mi van akkor, hogyha kifejezetten információkra van szüksége tőlem egy embernek, amit ő valamire fel akar használni, vagy ellenem, vagy mások ellen. És én meg nem tanultam meg azt, hogy van olyan, hogy valakinek nincs köze hozzá. Most elkezdtél más emberek karmájával foglalkozni. Nem, ez az én vagy. Ez nem a tiéd, ez a másiké. Hogy ő mit kezd bele. Ez nem a tiéd. De hogy hidd el, az ősbizalom itt a kérdés. És ebben volt egy kis paranoid stikli, amit mondtál. Olyan szaga. De nem akarnak összezavarni. Tehát az, hogy ő erre használja, arra használja, amarra használja, az már egy gyanakvás. Azt nézd meg, hogy a teljes igazságot szóban kifejezni lehetséges-e, vagy sem. Eddigi tapasztalataim szerint, ha már megszólalunk, az csak részigazság. El kell döntened, hogy a benned lévő egészből mennyit kommunikálsz, mert teljeset nem fogod tudni átadni. Ahhoz, ha egész nap beszélünk mindenkihez, ahhoz sincs elég idő, és nincs rá lehetőség. Tehát a szavak a háló, a valóság a tenger. A hálóval a tengert nem tudod átadni. Csak halakat, konklúziót, gondolatot, egyebet. Ez egy alap dolog. A másik az, hogy a másik hogy érti, de most nem megyünk pszicholingvisztikába bele. Tehát el kell döntened, hogy a részigazságot meddig épített föl. És igen, függ a másik embertől, de ne bonyolódj bele a karmájába, hogy hallottad. Egyet viszont láss, hogy mi hallgatja a másik emberben, amit mondasz. A vágya hallgatja, a dühe hallgatja, a reaktív tudata hallgatja, az együttérzése hallgatja, a bölcsessége hallgatja. És ezt, ha jól látod, akkor pontosan érzed, hogy az igazságnak megfelelően mit és hogyan mondj. Nagyon köszönöm. Szívesen. Rika? Nekem leszületett 3 gyönyörű gyermekem, Bendegúz, Zselyke és Boróka. Olyan helyzetekbe kerültünk, hogy egy óvodában nagyon, nagyon csúnyán beszélt egy gyerek, szlogenesen, tehát annyira, hogy már magába szívta ugyanazokat a szavakat, ki kellett vegyem abból az óvodából. A másik óvodában egy olyan óvónővel találkoztunk, hogy a végén, tehát a fiam megpaskolta, széttépte, hogy nem jól rajzolsz ilyen mondattal, de időközben egy 6 éves volt Boróka, Zselyke 7 éves és Bendegúz 11, amikor az édesapjuk felakasztotta magát. És ugye eljött a tragédia, a tragédia után pedig a tinédzserkor. A tinédzserkor az olyan volt, hogy hát emberfeletti módon meghaladott, mint édesanyja engem. A fiam iskolába menet egy vonatba lesetett, szenvedett, tehát a halál torkába ment és ketté tört, és onnan aztán megint egy drasztikus sorozat lett az életünkben. Hogy a tinédzserkor van egy egyedülálló anya, akármit megtesz, tehát a testemmel védtem, ne menjen ki a kapu, ne menjen, úgyis kiment, és megtörtént a baleset. Tehát van olyan dolog, amit nem lehet. De nem is ezt kell. Hm? Én egy kicsit visszább mennék. Tehát az, hogy egy óvónő mennyire káromkodik, az nem határozza meg a gyerekem fejlődését. A gyerekem fejlődését az határozza meg, hogy én hogy vagyok vele. És egy gyerek megtanul káromkodva beszélni, azt meg lehet tanítani nem káromkodva beszélni, és azt a káromkodást félre fogja tudni tenni. Tehát, hogy nem lehet az óvónőket rostálni, mert erre nincs lehetőség. A másik az, ami nekem itt nagyon erősen jött, hogy mennyire volt földolgozva a családon belül a férjed önakasztás. Ez a kérdés. Mert a fiad megismételt valamit. Ez azt jelenti, hogy nincs földolgozva. A kamaszkor, egészséges kamaszkor
egy dolgot lehet vele csinálni, túlélni. Hogy a gyerek is maradjon életben, meg én is. És akkor teljesítettem. Már lejárt, bocsánat, tehát 24-25 éves. Nem értek egyet, hogy lejárt. A férjed öngyilkossága nem járt le. Valószínű, nincs a helye. Helyére kéne kerülni, mert vissza fog térni különféle szintekre. Ez nem fenyegetés, ez tapasztalat. Tehát ő nekik ezt ide be kell rakni az élettörténetükbe úgy, hogy illesszen a többi dologhoz. Ez egy nehéz életsors, ki kellene elemezni, ez nem egy egyszerű munka. Ha valaki öngyilkos lesz, az nem úgy szokott lenni, hogy véletlenül történik. Annak is van története. Ez a ti családotokban volt, tehát családi karma, és ha meghaladjátok, nem adjátok tovább, ha nem haladjátok, tovább adjátok. De a meghaladását csak az lehet, hogy földolgozzuk. Vagy sikerül, vagy nem sikerül, de még mindig akkor afelé haladok, hogy jó irányba, hogy földolgozzam. Tehát én ilyet havonta csinálok terápiás helyzetekbe, hogy 15 éves meg nem gyászolt, föl nem dolgozott halállal kell dolgozni, mert ott van mögötte. Tehát megyünk, és ott találjuk, hogy az még mindig nincs a helye. És akkor nagyon sokszor benn van egy nagybácsi, vagy nem tudom én mi, ami szintén nincs a helyen, de most ebben nem megyek jobban bele. És hát meg lehet haladni, vagy részlegesen lehet, vagy teljesen meg lehet haladni. Hát ezek nem könnyű kérdések. Amit te teljesítettél a gyerekeidnél, az egy fantasztikus dolog. És legyél büszke magadra, de nincs minden még a helyen. És ott az a gond, hogy ugye, azért lenne jó, mert tovább adja. Tehát ez... A történet üvölt az apa septől, és láthatatlanban mondom, hogy az apa akkor se volt már a helyén, amikor még testben volt és életben volt. És az egy nagyon szomorú veszteség, amikor valaki elköltözik az élők sorából. Öngyilkosság esetén dupla fájdalom, de az összes ilyen történet, ami a gyerekeiddel történt, az arról szólt, hogy mennének az apjuk után, és benne vannak a sírjában, és nem jöttek ki belőle. És te is benne vagy a sírjában. És ki kell jönni ahhoz, hogy a gyerekeid is ki tudjanak jönni. Mert ha nem, ahogy hallottad, adjátok tovább. A párkapcsolati választástok tudattalanul telibe találtok egy olyan párt, találnak egy olyan párkapcsolatot, amelyikkel sikerül megismételni a tudattalamban meghúzódó traumákat. Miért? Mert a lélek mindig is az egészségre törekszik. Ha tudja, ha nem. És a legelvadultabb módon tudatosítja újra és újra a traumát. És egy traumát addig hozol újra és újra felszínre, éled meg a térben, események, kapcsolatok képében, amíg az teljesen tudatossá nem válik, és nem döntesz, hogy igen, ezt folytatom, igen, ez kell. Vagy nem, nem folytatom, ez borzalom. És a teljes tudatosodásig kényszerű ismétlés van. És el kell dönteni, hogy ebből mennyi kell, mennyi szenvedés kell, hogy elég legyen. És ez egy nagyon fájdalmas, nagyon hosszú folyamat tud lenni. Minél nagyobb energiát és minél korrektebb információt kap, annál rövidebb. Hölgyeim és uraim! Megköszönjük Dabner Bélának, hogy ellátogatott hozzánk, és a tanításával gazdagította gyakorlatunkat. Köszönöm a megtisztelő figyelmet mindenki részéről, és remélem, hogy egy hónap múlva hasonló, világos körülmények között újra üdvözölhetünk körünkben. Nagyon szépen köszönjük. Én igyekszem, hogy is legyek. Mi is köszönjük szépen.